19 évesen autóbaleset érte, ezért kerekesszékbe kényszerült, majd Mányik Richárd életét megváltoztatta. Első segítőkutyája Filip, jelenleg pedig Cooper nevű négy lábújával sportolnak együtt. Richárd első kerekesszékesként kezdett el paraagilitizni, és ez az első volt a világon, aki megalkotta a sporták szabályrendszerét. Ott van az első para kutya frisbisek között is, sőt újabb különleges sportnak is hódolt a Nyugat-Európában már régóta népszerű lyukterelésnek. Gyerünk! Kúszik! Vezényszavak ugyan vannak, de felettesi viszonyról itt szó sincs. Hiszen az agility az a sportág, amelyben csak akkor lehet sikeres valaki, ha feltétel nélkül kiszolgálja kutyáját és partnerként kezeli. A paragility-nél ebben nincs változás, ott értelemszerűen másban van különbség. Ez az agility-nek az egyik változata, vagy a speciálisabb változata, inkább azt fogalmaznám, sérültekre hangolva, hogy tudjunk egyenlő feltételek mellett versenyezni. Ricsi ezt edzésükön magyarázza el nekünk, ahol azt is megtudjuk, hogy a paragility szabályrendszer megalkotásának ő is részese volt. Ezt a sportágat első segítőkutyájának köszönhette. 19 éves korában érte egy autóbaleset, és 7 évvel később megkapta Filipet, a belga juhászkutyát. És mindkettejüket rabulejtette az agility világa. Azonban a versenykörülmények nem voltak megfelelőek a parasportolók számára, így Ricsi néhány sporttársával együtt 2000-ben megalkotta a paragility szabályrendszerét. Például a kerekesszékeseknek van akkor egy kicsit szellősebb a pálya, nincsen annyira zsúfolva, lehet, hogy kevesebb akadály van, egyszerűbb akadály van, vannak beletéve, hogy a fordulékonyan és gördülékenyebb legyen az egész. A kitalálás után megszervezték az első paragility világbajnokságot Magyarországon, azóta pedig évente rendezik meg mindig más-más országban. Ezen kívül bevett gyakorlat itthon és külföldön is, hogy az agility kupákon indítanak paragility versenyszámot is. Most Ricsi Cooperrel és egy jó barátja kutyájával Merlinnel egy nemzetközi versenyre készül, amelynek Gyula ad majd otthont. Az az érdekes az agility-be, hogy megvannak, hogy milyen pályaelemek vannak, de azt a bírók minden verseny előtt teszik föl, és a versenyzők meg nem tudják. Ez benne az egészben az izgalmas, hogy mindig új pályák vannak. Tehát nem tudtok előre, előre nincs, fix pályára fölkészülni, hanem minden egyes verseny egy új meglepetés. Ezért kell az edzéseken mindenféle variációkat megtanulni, de ez ilyen végtelen variáció kombináció jön ki belőle. A gyakorlás a kutyusok számára igazából egy bolondos játék a gazdikkal, akiknek egyáltalán nincs könnyű dolguk az akadályok között. Az a nehéz benne, hogy időnként el kell, messzebbről kell irányítanunk, távolról kell küldenünk. Ez már hiba lehetőség is egyébként, meg többi munkát igényel a kutyával együtt. Tehát meg nehéz fordulni, nagyon nehéz oldalt váltani, nagyon nehéz. De ez a szép benne is egyébként, tehát hogy ezt kigyakorolni. A versenyeken két számban kell bizonyítania az összeszokott párosoknak. Van az agility, ahol vannak mindenféle akadály, például ilyen zónás akadály is van, és van a jumping, amikor nincsen zónás akadály, ott tényleg az a futásról szól, és minél gyorsabban kell végrehajtani. Ennek a kettőnek az eredménye, és általában két agility eredmény szokott lenni, meg egy jumping az összetettbe, amit beszámít. Ricsinek sokat adott ez a sportág, és sok mindent köszönhet annak, hogy mindig is nyitott volt az új kalandokra. Filip utódjának, Coopernek a legújabb hobbiát, a lyukterelést köszönheti. A kutyák hozták, mint az összes többit az életemben ezt a kalandot is. Akitől kaptam barátomtól a kutyát, ő terel is, és mondta, hogy próbáljuk ki, nézzük meg, mert hogy a kutyában benne van ez az ösztön. És utána, amikor meg megnéztem, akkor meg nagyon megtetszett egyébként, mert iszonyú jól látni, hogy az ösztönük hogy dolgozik, és hogy lehet velük játszani, hogy is hogy érdemes, hogy is kell ezt csinálni. Tehát egész más, mint a többi sport, amikor játszunk velük. A lyukterelés iskolájában Cooper előrébb jár, mint a gazdája. Coopernek is megvan az ösztön, megvan a terelő vizsgája. Az ismerősöm, akitől kaptam, a barátom, az meg is csinálta. Tehát vele működik a kutya, nekem van még itt vele dolgom, hogy ezt így eljátsszuk, tehát az alapokat ő tette bele. És ezt nekem is még én innen veszem át, innen építkezünk. Ricsinek Barbara segít ebben az építkezésben, és hogy felzárkózhasson kutyusához, majd pedig, hogy együtt fejlődjenek.
Gazdiként minden vágya megtanulni azt, amiről a juhterelés szól. A kutya ösztöneit, a terelő ösztöneit próbáljuk kézben tartani és irányításunk alá vonni. Ahhoz, hogy egy kutyát úgy nagyjából össze tudjunk rakni az alapoktól, az úgy legalább egy fél év. Ahhoz, hogy mondjuk egy munkavizsgát, tehát amikor már az úgy biztonsággal lehet irányítani, messzire ki lehet küldeni a birkáért és visszahozza, az úgy legalább egy fél év munka. A legalapvetőbb dolog, amit egy kutyába bele kell rakni, azok az irányok, tehát hogy tisztán tudja azt, hogy melyik a jobb és a bal irány, az azt jelenti, hogy a birkát megkerüli abba az adott irányba, illetve tudjon egyenesen hajtani, ami azt jelenti, hogy maga előtt tolja a birkát, ami lehet felénk, tőlünk elfele vagy ránk merőlegesen, és valamilyen testhelyzetben meg tudjon állni. Versenyeken még nem voltunk, de ez a cél, hogy valahol így tudjunk indulni egyszer csak el. Tehát egy verseny nekem elég, de hogy az már legyen. És Ricsit megismerve, ha ez teljesült, utána jöhet a következő kaland, egy újabb kutyás sport, amit együtt űzhet négylábú társaival.